A Brüsszelben kialkudott kompromisszum jó, ráadásul megteremti Magyarországon az örök rezsicsökkentés lehetőségét, amit ki is fogunk követelni a kormánytól. Fogalmazott Újhelyi István az olajembargós megállapodással kapcsolatban. Skype-on kapcsoljuk Újhelyi Istvánt. Aki már itt van a vonalban, jó estét kívánok! Kezdjük csókolom, szép estét Magyarország! Jó estét! Jól alkudozott Orbán Viktor ezt mondta a döntésre, ami első hallásra meglepőnek tűnhet, hogy az ellenzéki politikus megdicséri a kormányfőt. Mi volt itt az alkú? Ugye az alkú az általában olyan, hogy az egyik fél mond valamit, aztán mond a másik is valamit, vagy ajánl, és aztán megkötik az alkut. Orbán Viktor mit ajánlott? Az most nem látszik, lehet, hogy csak én nem látom, ez egy alkú lett volna, vagy engedtek a miniszterelnöknek, mert egyébként vétózott volna. Én úgy fogalmaztam, hogy jó alkú köttetett, tehát ez sokkal fontosabb a többes számot használni, hiszen azt lássuk bele, hogy 26 tagország vezetője állt szemben a magyar miniszterelnökkel, de egy józan megállapodás született. Ráadásul az önök műsorában mondtam el 3 héttel ezelőtt, hogy ez kell legyen a megállapodás. Tehát itt nem önmagában a kormány, aki a spanyol viaszt feltalálva eredményt ért el, hanem a józan magyar érdekeket nézve ezt kellett képviselni. Ugyanakkor győzött Európa, és leginkább engem az izgat, hogy győztek a magyar emberek. És nem azért, mert hogy ezzel a rezsicsökkentést megvitte Orbán Viktor, semmi köze a rezsicsökkentésnek a mostani megállapodáshoz, hiszen a mostani megállapodás az olajról szól, a szankciókról, a rezsicsökkentés pedig az elektromos áramot, a földgázt, a csatornát és a kéményseprést jelenti. Ott van állami rezsicsökkentés. Tehát de ugye ön mondta, de ön is azt mondta, hogy ezzel meg lehet teremteni az örök rezsicsökkentést. Ez alatt mit értett? Köszönöm a labdát. Ez a lényeg, hogy én egy egészen más típusú rezsicsökkentésről beszélek. 3 fontos feladatunk van nekünk, saját társadalmunk a magyar emberek érdekében, és ellenzéki képviselőként is ezt képviselem. Az egyik, hogy függetlenedjünk hosszú távon, és persze rövid távon a háború miatt az orosz energiahordozóktól. Ezt akkor is meg kellett volna tenni, hogyha egyébként nincs háború, ezt a kormánynak meg kellett volna tenni 12 éve, mert hogy ezt ígérte 2010-ben a kormányzat. Ezt nem tették meg, sőt, sokkal mélyebbre ásták magukat a sötét bizniszekkel Moszkvában. De ennek most itt van a lehetősége, sőt a kötelezettsége, hiszen Magyarország nem kapott felmentést, csak egy átmeneti időszakot. De addig meg tudjuk teremteni, hogy más forrásból és másmilyen módon lássuk el Magyarországot energiával. Itt jön a második fontos kérdés. Az Európai Uniónak ez a bizonyos mostani új energiacsomagja, az Repower EU nevű csomag, ami 200 milliárd eurós csomag. Ebből Magyarország óriási pénzeket kaphat, abban az esetben, hogyha megfelelő tervet tesz le az asztalra, amit finanszírozhat az Európai Unió. És ez pedig lehet az, hogy átállunk a 11-nehány százalékos megújuló energia arányról, az energia mixünkben, átállunk egy 40-45 százalékos arányra. Ez egy hatalmas forradalom lenne, ami egyúttal azt is jelenti, hogy Magyarország máshonnan, tehát nem fosszilis, hanem sokkal inkább megújulóból szerzi az energiát, és a harmadik, és ez kell érdekelje a társadalmat leginkább, és ez az örök rezsicsökkentés, hogy ebből az Európai Uniós forrásból mi azt kezdeményezzük, az MSZP, hogy fordítson 1000 milliárdokat a kormányzat arra, hogy a magánháztartásokat, a magánházakat, lakásokat és közintézményeket is egy energiakorszerűsítési programon viszi keresztül, ami azt jelenti, hogy nyilászárócsere, becsomagolása a házaknak, új és sokkal modernebb, akár megújuló hőszivattyús és más geotermikus energiából származó energiaforrások, és ezzel örök, mert hogy kevesebb energiafelhasználást igénylő örök rezsicsökkentést tudunk elérni, akár 50-60 százalékos megtakarítást, és ez nem azt jelenti, mint amit most, hogy állami pénzből, a mi 27 százalékos magas áfánkból, meg az adónkból fizeti az állam a társadalom egy részének, egyébként nyilván nagyon fontos, államilag dotált rezsicsökkentését, beleértve a gazdagok úszómedencének a fűtését is. Az örök rezsicsökkentés, tehát arról szól, hogy Európai Uniós forrásból az embereknek megteremtjük azt, és az államnak, a költségvetésnek azt a lehetőséget, hogy kevesebb energiát használunk föl, mert erre felkészít minket az Európai Unió. De az, hogy egyébként ezt ki tudja használni az Orbán kormány, ez attól is függ,
hogy meg tud-e állapodni az új nemzeti tervről az Európai Unióval, ugyanis van egy rossz hírem a kormányzat számára, ez az egész csomag, ez beletartozik az úgynevezett helyreállítási alapba, ami befagyott a jogállamiság és a korrupciós problémák miatt. Így függnek össze a dolgok Brüsszelben. Tehát siker, de közben pedig egy felelősség és egy feladat a kormánynak különben. Ez csak egy rész siker. Egy pillanatra megállíthatom, akkor egyet hadd kérdezzek, még lejárt minden időnk. Átmeneti időszakot mondtuk. Van-e a megállapodásban erre, nem tudom, dátum vagy bármi? Most mit jelent ez az átmeneti időszak? Meddig kap a kormánymentességet? Pont ez a lényeg, hogy nem kaptunk 4-5 évet, nincs benne határidő, és a júniusi csúcson egészen biztos, hogy vissza fog jönni a kérdés, és a kormányzat kap egy szűkös, záros határidőt, tehát nem lesz menekvés, muszáj függetlenedni Putyintól. De mit kell ott majd felmutatni? Június vége nagyon közel van, egy hónap. Mit kell ott felmutatni a kormánynak június végén? Azt, hogy időben mennyi idő Magyarországnak, hogy például a MOL átálljon a finomítóival egy máshonnan származó olajból. Úgy, ahogy ezt egyébként teszik a lengyelek, teszik a németek, teszik a csehek, és velünk együtt fogják tenni a szlovákok is. Orbán nem maradhat ebben egyedül, mert akkor magával ránk mindannyiunkat, az egész társadalmat, és oda a rezsi csökkentés és minden, ahogy ők fogalmaznak. A magyar emberek érdeke az, hogy ez a megállapodás megszülessen. Én európai parlamenti képviselőként, MSZP-sként ezt fogom tenni, erre fogom nógatni és késztetni a kormányzatot. Újhely István, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm. Brüsszel üdvözli a szép estét. Viszontlátásra.